Na szavaztok, üdvözlök mindenkit újra az Old Stream Farm mapon. Múltkor ott hagytuk abba, hogy a kukorica még itt van előttünk és le kellene aratnunk, meg még egy pár földünkön van ez az amaz, azt is be kellene takarítanunk. Úgyhogy innen fogjuk most folytatni, ne is szaporítsuk a szót, bepattanunk a kis John Deere kombányba és beröffentjük, aztán indulhat az aratás ezerrel. És hát ahogy múltkor itt szépen a dombtetőn megállt a kombány, most így megpróbálunk kicsit vízszintesen haladni, tehát ne nagyon kelljen dombra, föl dombra le mászkálunk, mert nem igazán bírja. Hát az, hogy most a kombány vagy a vágóasztal, mert eléggé ugye olyan érdekes szögben áll ez a vágóasztal, de hát lehet, hogy a kettő együtt sem bírja, úgyhogy most az egyszerűbb megoldást fogjuk választani, amennyire lehetséges itt vízszintesen fogunk közlekedni, aztán reméljük nem lesz ebből probléma. És hát ugye amint befejeztük a kukoricát, meg még van itt azt hiszem árpa, talán zab, meg búza, még itt vannak össze-vissza kisebb földek, amint van ez az amaz. Utána, hogyha vége az aratásnak, akkor neki kell állunk a szántásnak, mert én ahogy néztem, az összes földünket föl kell szántanunk. Úgyhogy az lesz a következő feladat. Hát az, hogy most ez éppen a mai részbe belefér, vagy nem fél, az már egy másik kérdés. Jó kérdés, meglátjuk. Jutunk, ameddig jutunk. Na viszont itt most megpróbálunk alul elmenni. Volt olyan kérés, meg komment hozzászólásoknál, hogy legyen kicsit több belső kamera nézet, és hát most például belső kamera nézetben megyünk, de mivel látjátok mekkora dőrészöge van a földnek is, meg egyébként is kb. Szinte alig látunk valamit. Szóval amikor olyan van, hogy például utakon közlekedünk, meg egyéb helyeken, ott nagyon szívesen lehet tényleg a belső nézetet használni, és szoktam is, hogyha olyan a dolog, hogy nem nagyon van látnivaló. Viszont én sajnos belső nézetből nem nagyon tudom megállapítani ezeket a vágó, mondjuk most pont éppen nehéz olyan kameraállást találni, hogy lássuk a vágóasztalnak a szélét, meg még úgy előre is lássunk, ugye a szög miatt, de megpróbáljuk. Na minden esetre majd megpróbálok azért több, na most se látunk előre. Kíváncsiak, mennyit hagytunk el egyébként. Mindjárt megnézzük. Hát igen, ott egy pár. Hát meg. Hát lehet, hogy visszatérés egy keveset, na nem baj, se baj. Most ezt még itt orvosoljuk. Na most ez a kérdés, hogy jó lenne egy kicsit körbeszegni, de hát nem tudom, hogy föl fog-e menni itt a. Aha, tehát én itt hiába nyomok bármit, ez itt fölfele nem hajlandó menni. De kb. Semennyit. Szóval marad akkor az, hogy. Hát egyáltalán errefele fölfele fog-e menni. Aztán lehet, hogy tényleg csak maga a vágóasztal az, ami problémát okoz, hogy túlságosan. Hát itt is nagyon szenved. Reméljük, hogy a többi föld az sokkal laposabb, nem lesz ilyen probléma. Egyébként ha teljesen vízszintesen van, akkor nincsen gond, megy szépen, gyönyörűen. De de nagy emelkedőt nem bírja, beleakad. Sajnos. Érdekes egyébként, hogy nagyon-nagyon sok olyan kombájn, amit így megcsinálnak magát, ugye a kombájnt, akár ezt a John Deere-t, vagy Klaszt, vagy akármilyen egyéb kombájnokat, nagyon sokszor nem csinálnak hozzájuk vágóasztalt, mert hát most már ott az összes, most már színezhetőek, most már mit tudom én. És jó, ugyanis speciál pont nem szeretem ugye azt, amit ha föl kell pakolnunk erre a vágóasztal kocsira és úgy szállítani, de hát mondjuk ettől függetlenül azért. Mint ahogy a kis, ott valahol lent van a kis fűkaszánk, annál is meg tudták oldani, hogy ugye szépen kiemeli a kereket, vagyis kiengedi a kereket. Szerintem akár azt lemásolhatnák, és
A klasszhoz mondjuk ahhoz van, tehát a kis klasszunkhoz, meg a Fall Streethez is, bár hát ezek mondjuk ilyen 3-4 méteresek, mondjuk nem a klassz az 10. De hogy ezeket is külön kell vontatni, viszont a kukorica adapter az mondjuk a Fall Streethez is volt. Jó, akkor csak ezt a John Deere-t tisztelték meg ezzel, hogy nem voltak hajlandók hozzá csinálni vágóasztalt, de se baj. A sima aratásnál nem lesz probléma, tehát amikor ugye búzát meg nem ezt a vágóasztalt fogjuk használni, hanem azt a Rostelsz mast, amit külön töltöttem le hozzá, ugye az vontatható, tehát saját kerekeken gurul. Azzal remélem, hogy gyorsan is fogunk haladni, meg rendesen is fog menni, tehát nem lesz ez az idétlen, nagyon, nagyon lelógó szög, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Gyakorlatilag felnyársaljuk a földet. Szerintem azért nem megy egyébként fölfel a dombnak, mert egyszerűen beleakad. Na viszont már lassan 40%-a kukorica, úgyhogy a tartályban. Majd szépen mindent beleürítünk a kis pótkocsinkba, abba a picike kis rozsdásba, ott, amit az MTZ húz, és hát berakjuk a sílóba, majd a későbbiek folyamán eladjuk őket, úgyhogy egyelőre nem kapkodunk az eladással, mert na, ott is elhagytunk egy vékonyka, 2-3 kukorica szárat. Gyerünk. És hát ugye, ha vége az aratásnak, tényleg akkor jöhet a szántás után meg hát jöhet a vetés. Úgyhogy most egyelőre a gyomírtás ki van kapcsolva, meg a mészszórás is, mert megmondom őszintén, hogy a mészszórás az... Hát... Nagyon... Egyetlen egy olyan terragátor van, ami most tetszik, az a nagy, ami tényleg 30 métert szór, és haladósan lehet venni vele. De az összes többi mészszóró nekem nem igazán jön be, mert vagy kis területre szórja a meszet, vagy nagyon hamar kifogy a tartály, és állandóan töltögetni kell, úgyhogy van baj velük bőven. De hát végül is, ha azt nézzük, akkor opcionális, tehát ki lehet kapcsolni, tehát mintha jelen esetben ugye mi is kikapcsoltuk, mert úgy gondolom, mondjuk egy szántás még belefér, de mondjuk a mészszórást azt, ha lehet, akkor azt kihagynák. Na és ott még valahol, igen, itt van egy pár, az is megvan, nagyon jó. Na, egészen pici terület van hátra, úgyhogy nem sokára befejezzük a kukoricaratást, sőt, szerintem még tele sem lesz a kombájn, úgyhogy kis föld, kevés kukorica. Mondjuk nem is probléma, mert kis gépekkel ez pont tökéletes. Lehet, hogy azért a három szárért is vissza kellene majd jönnünk, de csak maximum a legvégén, amikor már tényleg befejeztük. Nehogy a szemünkre vessék, hogy pazarlunk, bár hát tényleg. Ha erre jár egy pár vaddisznó, akkor biztos, hogy megdézsmálja azt a kukoricát, úgyhogy sőt, ahogy nézem, ott egy varjú éppen a szántóföldön ott kavírnyázik. Azok nem tudom, mennyire szeretik a kukoricát, de biztos ráfanyarodnak, úgyhogy simán megeszik, ha arról van szó. Na, elszállt, megijedt. Túlságosan hangos volt neki a gép. Á, de rendesen az ember fél, hogy fölborul a gép, sőt, hát meg sem bírok állni, mert annyira legurultunk itt a dombon. Ezt egy kicsit szerintem túltolták, ez valami fantasztikusan, hát ez tényleg inkább már hegy, nem is domb. Hát itt is nagyon lassan akar fölfele menni. Lehet, hogy úgy lenne legegyszerűbb, hogyha dombnak lefele mennénk, fölfele meg üdesen visszajönnénk aztán. Amik most már olyan kicsi itt a terület, hogy lassan már csak elfogy.
ilyenkor nem szabad legurulni, mert begurulunk a kukoricásba, aztán letapossuk még a jövő hetet is. És azt azért csak nem kéne. Viszont ha ezt befejeztük, én szerintem el is adom, vagy vissza is adom ezt a kukoricavágóasztalt, mert nem hiszem, hogy napraforgót vagy kukoricát vetnénk a közeljövőben is aratnánk, úgyhogy szerintem már nem fog kelleni. Elég lesz a sima vágóasztalunk, na. Ide jók vagyunk. Nem megy. Próbáljuk meg kikapcsolt állapotban. Veszünk egy kis lendületet, és úgyse. Na majd akkor egy másik szögből megpróbáljuk a túloldalról. Vicces egyébként, hogy nem tudunk fölfele menni egyáltalán. De majd most jól ráfordulunk és megadjuk, ami neki jár. Ez az. Pontosan. Hát igen, a gyakorlott gazda ugye látja, hogy mekkora az a vágószélesség, amit átér a vágóasztal, úgyhogy ez pont így volt kiszámítva, úgyhogy ennyi. Szóval most már annyira a domba alján vagyunk, hogy itt remélem csak működik a gépezet, jól van, menni fog, nagyon jó, tökéletes. Dimbekkel, dombokkal nincsen gond, mert én is szeretem, tehát tényleg egy kis plusz érzést ad, egy kis extrát ad, hogy nem csak teljesen lapos földeken mászkálunk, sőt ez a kis sövény is itt a két föld terület között jól mutat, mert tényleg szépen elválasztja, bár szerintem lehet, hogy össze is tudnánk szántani ezeket a területeket, mint az előző mapnál, lehet, hogy megpróbáljuk majd, fele tudja, hogy bár elvileg el kellene tűnniük, mint a másik mapnál is eltűntek, ugye, hogyha összeszántottuk a bokrok azok. Na, ez itt megint egy... Jó, csak ideig kellett bekapcsolt állapotba eljönni, innentől már lehet üresen. Na, ezt még én is átlátom belső nézetből a dőlésszögtől függetlenül, úgyhogy... Na, és akkor ennyi volt a... Aha, mondom én, és a felét meg elhagyom. Jól van. Hát ez elég durván megtévesztő volt, úgyhogy... Na, viszont akkor... Összecsukjuk. Ledobjuk. Aztán mehet a vastelepre, hol van, itt van. Köszönjük, ennyit szerettünk volna. Meg még egyet ürítünk, és akkor... hát iránya... hát nem elé. Bele a pótkocsiba az. Na valahol ott lent, pont ott a bokrokon, fákon túlhagytuk a... Pont ott az a kis zöld valamicske, ott elvileg az a vágóasztal, azt kéne mindjárt elmarnunk. És hát átmenni a... Na mi van még? 3-5-6. Tehát mondjuk a 3-ason zab van, igen, az 5-ösön árpa, igen, a 6-oson pedig búza, tehát teljesen különböző dolgok vannak. Szóval még csak az sincsen, hogy... egyszerre tudjunk valamit aratni, mert üríteni kell sajnos, ugye, hogy a pótkocsiba beleférjen. Lehet, hogy rosszul... Igen, rosszul láttam, mert ott hátul van a vágóasztal, úgyhogy most oda be fogunk szépen tolatni. Ezzel a gyönyörű vastag széles gumikkal. Jaj, itt valami gödör van. Ez egyébként pont épp, hogy elfér itt, úgyhogy... hát ez azért nem semmi. Ha ennél szűkebbre vették volna itt a betont, a betonozást, a kőfalat, akkor
Itt el nem mennénk semmilyen járművel, azt tuti. Na, legalább a vágóasztalunk megvan, lehetünk. Mielőtt azonban nekiállunk az aratásnak, ejj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 j
hatásnak, azért bevisszük a... Ez a főzés, aminek az egyes. Bevisszük az MTZ-vel a kis pótkocsit, aztán leürítjük a sílóba, nehogy... Nehogy amikor kell, majd a pótkocsi legyen benne valami. Na, nézzük ezt a vágóasztalt. Elméletileg ez... Ez egy gyári, csak ugye színezhető. És... Hát így most John Deere-ré tettük, úgymond. Na, ennyi. Föl van hajtva, nagyon jó. És akkor nekünk kell rendezett szárszórás, mert hát legyen... Legyen egy kevés szalma. Na, mehetünk be a tanyára, sílóba beborítjuk a kukoricát, aztán... Hát, én szerintem megcsináljuk ezt a... az aratást a földeken most egy kis zenei aláfestéssel, és akkor ugye gyorsan be tudjuk fejezni, nincsen az, hogy sokáig fog tartani. Na, vajon melyik oldalra borítjuk? Kukorica. Az, az nagyon szépen. A szemes kukorica éppen most hullik befele a helyére. Hát egy nagyon picit mellé megy, de majd lapáttal be. Behúzzuk a helyére. Na, azaz. Mehetünk vissza. Lehet, hogy tényleg már azt hiszem, de ha nem mondtam, akkor most mondom, hogy tényleg kellene majd egy pár csirkét is vennünk, hogy itt rohangálj. Nem tudom, hogy itt fognak-e rohangálni a tanyán, de megnézzük majd, mert kíváncsi vagyok. És volt kérdés itt többször is most, hogy miért nem, vagy miért nem nézem meg, miért nem játszunk a TS map V3, V4, V5, V.5.1, V-mond, nem tudom, mit tudom én hányason, mert hogy kijött, meg van, meg már nem tudom. Hát most jöttünk át éppen az előző mapról erre, tehát most egy-két rész után nem akarok váltani. Majd ha tényleg lesz, vagy az FSH moddingnak játszható mapja, meg tényleg hibamentes, meg jó, mint ez, akkor majd valószínűleg tartom, hogy akár válthatunk is, de egyelőre most ezen a mapon szeretnék játszani, kicsit farmolni, úgyhogy most itt lesz a játék. Aztán hát persze még később ki tudja, mit hoz az FS19, lehet, hogy lesznek ilyen-olyan mapok, nagyon jó mapok, meg nagyon rosszak, ki tudja, majd még válogathatunk. De én szerintem legalább egy ilyen 8-10 részt rakjuk bele egy ilyen sorozatban, mert még úgymond az is egy picit kevés néha, tehát nem mindig lehet annyit haladni 8-10 rész alatt, amennyit az ember szeretne. De előző mapon is olyan túl sok mindent azért nem csináltunk. Szóval egy ilyen 8-10 részesekre mindenképpen szeretném ezeket a kis vasárnapi farmingos sorozatokat megcsinálni. Hát viszont ez is itt eléggé szenved. Ez is ennyire... Ja. Lehet, hogy ez az aratás tovább fog tartani, mint hittük. Vagy lehet, hogy csak tényleg csak úgy szabad menni, hogy semmiféle föl... De lehet, hogy maga egyébként a combine nem jó. Bár úgy ért, hogy egyáltalán nem bírja az emelkedőt, vagy túlságosan mélyre ereszti a vágóasztalt, a fene tudja. Na mindegy, álljunk akkor neki az aratásnak, tehát igaziból rendesen gyorsan felpörgetve, meg egy kis zenei aláfestéssel, és hát akkor szokásosan hadd pörögjön.
nem mondom, egy-két helyen igen durván megszenvedtünk az aratással itt a kis picike földjeinken, szóval van ez az egy-két ilyen pont, ahol hát teljesen megáll a kombájn, és se előre, se hátra. Ilyenkor ez a kibekapcsolgatás egy kicsit átlendíti a nehézségeken, aztán ezzel meg tudtunk oldani egy-két komolyabb problémát, de hát valamikor meg a fákba akadtunk bele, valamikor nem láttunk kettőig az ágaktól, stb. Úgyhogy hát vannak bajok rendesen, nem egyszerű, de azért most már az ötös is le lett végre aratva, hál' Istennek, úgyhogy ezt a vékonyka csíkot befejezzük, aztán már csak egyetlen egy földünk, a hatos maradt hátra, hát az már mindenképpen a következő epizódra fog maradni, viszont akkor a következő epizódban azt learatjuk, és ha minden igaz, ott talán búza van, az ott található, meg leszedett búzát lehet, hogy akkor majd a csirkéknek odaadjuk. Nem tudom egészen pontosan, hogy tényleg hol fognak ezek a csirkék megjelenni, de remélhetőleg ott fognak nekünk rohangálni a tanya közepén. Kerülgethetjük majd őket. És akkor legalább azokkal is foglalkozunk egy nagyon picit. Na, hát most itt a kombányt egyelőre leállítjuk, mert úgyis az a lényeg, hogy bevigyük az Árpát a sílóba. Aztán majd a hatosra meg szépen oda megyünk a pótkocsival, legközelebb meg a kombányt is oda viszik. Remélem belefér egyébként, mert... Hát ez elég durván tele lett, úgyhogy... Lehet, hogy majd még... Mielőtt nekiállunk a búzának, még egyszer üdítenünk kell, de se baj, hát legalább van egy csomó, úgyhogy az is valami. Ha lenne sörgyár, akkor ebből csinálhatnánk sört, de hát sajnos az nincsen, úgyhogy... Az a része most kimarad a dolgoknak. Na, itt jobbra le a halászakadékba, mondhatjuk úgy is, mert elég durván kell lefele mennünk. Csak nem kéne fölborulni a trakesszal. Na, és még egy bal kanyar. Aztán elméletileg meg is érkeztünk, és szépen leborítjuk. Na hát és köszönöm szépen a figyelmet, mára ennyi lett volna a Farming Simulator, legközelebb innen folytatjuk, ha tetszett, amit láthatok, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, nem fogtok lemaradni a következő epizódokról. Addig is pedig, szevasztok!